Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Rep.hu TV, és régi barátommal véletlenül összefutottunk gombát szedni itt a Holy Peace Fesztiválon, aki nem más, mint Bence Ékél, Ümen Prala, szia! Szevasztok! Na mesélj nekem, mi a helyzet vel, papi? Hát minden jó, már ezer éve nem találkoztunk, kb. 2019 elején, vagy valahogy így volt, volt az még első évben. Egy év, de kiszámolja. Igen, igen, és akkor hát figyelj, hát azóta kijöttek sok zene, született gyerek, házasság, most fog születni a második gyerek, úgyhogy hát zajlott az élet a Covid alatt is, érted, nyomtuk minden nyúlaktásunk. A Covid neked is beütött, nem és sehova, akkor gyere ma! Ja, akkor gyártjunk gyereket. Hát tudod, megvan ez a dolog, amikor odamész, hogy oda mész, és így oda teszed neki egy aspirint. És ez miért kell? Hát mert fáj a fejed. Nem fáj, akkor ma dugni fogunk. Ja, hát igen. Akkor viszont születik a gyerek, rendben van. Az első kérdés, milyen érzés volt a Holy Peace-en felépni, illetőleg, hogy így nagy, ekkora nagy színpadokon, mondjuk két éve, amikor az első interjúnk készült, mennyire gondoltad ezt, hogy oda fog menni? Figyelj, nekem szerintem most a legnagyobb közönség, ami alatt felléptem, az ez volt, hogy a 10 000-en vannak, és a második legnagyobb, az meg körülbelül 2 órával ezelőtt történt, az meg bősön volt, ott még 8 000-en voltak, wow. És egyszer léptem fel a Budapest Parkba, 6 000 ember előtt, eddig az volt a saját rekordom. Hát figyelj, ez nagyon nagy volt. Hát főleg a policájnál úgy nyomták, hogy azt a kurva. Ez jó dal is lett. Igen, köszönöm szépen. Hát figyelj, ilyet én még nem láttam, vagyis hát, hogy nyilván látsz videókban, de hogy te állsz ott, és az az érzés, az felbecsülhetetlen. De mondjuk, hogy látod, az első interjúnkhoz képest azt a Bencével, akivel most beszélünk, nyilván ugye te magadat, ha így nézed, nyilván az életed, amit változott, azt elmondtad, de magad szinten változtál? Szerintem változtam, régen azért kicsit el volt száldogálva a srác. Hát figyelj, mikor, de ez szerintem óhatatlan, hogyha valaki befut, és főleg egy 1600 fős faluból, egy gyárból, és akkor utána meg annyi pénzt keres, vagy és olyan sikeres lesz, akkor nyilván elszáll az ember. Szerintem nincs olyan, vagy csak nagyon ritka, aki nem, vagy nem mutatja ki álszent. Én meg tudod, nyomtam, ki a király, vagyok, bazd meg. Nyilván már ez már rutinná vált, átlagos lett, ez lett az életem, és most már úgy vagyok vele, hogy hát persze ez van, és de hogy mondjam, hát nem tudom, így megnormalizálódtam. De a kislány miatt? Biztos, szerintem miatt a felelősség teljesebb lettem. Most is beugrottam, és leestem, mert elől nem kaptak el, kislányok voltak, és ott elesett pár kislány, és segített, leestem, kirepült a kezemből a mikrofon, itt van egy ilyen kis sebem. Jó, de ezt megszoktuk tőled, hogy csak általában a fején szokott lenni. Igen. Most szétvertem, hogy hát a fejemben, azon kinyitottam, azt hiszi, nem nyílt, a kurva jel. És elesett pár kislány, és én is feltápaszkodtam, és segítettem őket meg. Az kell, és szóval szerintem ilyen felelősségteljesebb lettem. Sokat segít. Rendben, akkor lesz egy ilyen kérdésem, hogy ebben az egy, tehát most idézünk egyébként régi Insta idézeteket, illetőleg kommenteket Grósz Bencétől, vagyis Lümen Pralától. Ebben az egyben biztos vagyok, az életemben a lányom neve lesz. Napsugár. Viszont a kifli nem engedte, pedig a kiflinek megmondtam 10 évvel ezelőtt is, hogy az én gyerekem napsugár lesz, hogyha lány lesz, de aztán bedobta, hogy Janka, és megtetszett nagyon a Janka név, és akkor mondom, jó, lemondok a napsugárról, mert jó, nagyon jó a Janka, és igazán mind a kettővel ki lennék békülve, de a Janka nagyon tetszik. Gyere oldé, mert felrúgod a pillanat. Ó, bazenja! Jó, rendben, a következő, amit szintén ugye Lümen Prala osztotta meg. Még mindig a legjobb nő a világon. Kiről van szó? Csak nem. Ezt raktam ki, képet? Még mindig a legjobb nő a világon, igen. Nem tudom. Amber Rose. Amber Rose? Hát mondjuk, ja, nem pitkó. Kifli, ja. Kifli nem tudja meg. Hát lesz, a Kifli jobb. De tényleg. Nekem a Kifli, nekem a Kifli a életem nője, azt mondja, amit Kifli... ne szoktam neki mondani, idézve a tankcsapdát. Kiflivel egyébként hol sikerült? Koncert, nem? Mármint, hogy mit? Találkozni. Kiflivel, hol is? Ja, Kiflivel. Még középsul is voltam, 17 éves voltam, és randiztam egy csajjal, de közben őt... Nem. Kimentem a vasútállomás, és megláttam egy csajt, és ő is repzenit hallgat, meg ilyen rapper volt. Bőgatya, ilyen fehér atléta volt rajta, és fölnyírt haj, és fú,
Kiflinek nagyon szép arca van, és nekem az arc az első. Az nekem is. A Bulko a második, az is van, úgyhogy... Csodálom, hogy szia, Bence vagyok, tetszik nem, a bőnadrágot. Akkor még ez egy kis izé voltam, tudom, 17, ő meg 20 volt, láttam, hogy idősebb, és nem. És akkor randiztam egy csajjal, és megláttam őt a téren, és akkor kérdeztem, akivel randiztam, hogy te hallod, nem ismered ezt a... Nem ismered ezt a gadget. Hát ő, de ő az én tetredetre. És akkor rákerestem Facebookon, elkezdtünk dumálni, és akkor randiztunk is, és a Dunaparton mondtam neki 17 évesen, hogy én rapstar leszek és feleségül veszlek. És így lett, és találtunk vissza olyan messenger üzeneteket, hogy azt mondtam neki, hogy 2020-ba veszlek el feleségül, és úgy lett, geci! Úgyhogy... Lumen Nostradamus Bencét láttuk. Amerikai rapstar leszek 5 év múlva. Akkor fitelünk egyet a bészen. Jó, jó. Rendben van. És egyébként még a nyárra, tehát 2022 nyarára hol lehet vele találkozni? Milyen tervekkel készült? Milyen meglepetés? Erről egy részletesen. Ugye, elég sűrű lesz a nyár, mert pont ma bukoltak le. Fordulásunk veled? Nem tudom, hogy milyen e-fotón leszek, színen leszek, amilyen nagyobb, nem tudom, milyen ilyesmi. Biztos leszek még ilyen fesztiválok, igen. Elég sűrű lesz, úgyhogy nagyon durva. Nyár elé nézünk. Ennyi. Jó, rendben van. Köszönjük szépen, srácok. Ez volt a villáminterjúnk a Holy Piss-en. Lumen Prahlával, vagyis Bencével, régi barátunkkal. Köszönjük szépen, hogy elfogadta. Zárszóként mit üzensz nekünk, illetőleg a Lumen rajongóknak? Faszom. Na, csá! Sziasztok, csá!